Kért közleményében a BKK vezérigazgató azoktól, akiket megbántott. Walter Katalin egy háttérbeszélgetésen azt mondta, idézem, nehéz lett volna az utasokat bevonni a járatritkításokról hozott döntési folyamatba, mert a pulykát sem kérdezik meg hálaadáskor, hogy mi legyen a sorsa. A BKK vezetője beadta lemondását is, amit Karácsony Gergely nem fogadott el. A Fidesz szerint ez a főpolgármestert minősíti, az LMP pedig a járatritkítást megelőző hatásvizsgálatokat szeretné végre látni. Vitézi Dávid szerint a BKK-ba vetett bizalmat csak úgy lehet visszaállítani, ha a Walter Katalin távozik a cég éléről. Erről sajnos sokkal látványosabban, hangsúlyosabban és hamarabb kellett volna kommunikálnunk, én ezért elnézést kérek. Ezt mondta január 19-én a BKK vezérigazgatója az ATV híradónak a fővárosi tömegközlekedési átszervezésekről. Összesen 53 villamos, troli és buszjárat esetén fél, egy, illetve másfél perccel ritkították volna a járművek gyakoriságát, amit már akkor is sokan kritizáltak. Walter Katalin aztán egy sajtóháttér beszélgetésen a döntés kapcsán azt mondta, az utasokat nehéz lett volna bevonni a folyamatba, mert az olyan, mintha a hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele. A vezérigazgató péntek reggel közleményben azt írta, szerinte a mondás angol nyelven sokkal árnyaltabb jelentéssel bír, emiatt tűnhetett úgy, hogy nem számít számára az utasok véleménye, írta Walter Katalin, egyben elnézést kért azoktól, akiket szándékával ellentétben megbántott. Az már a főpolgármester Facebook bejegyzéséből derült ki, hogy beadta lemondását, amit Karácsony Gergely azért nem fogadott el, mert szerinte egy szerencsétlen mondat nem írja felül a jó szakmai munkát, és arra kérte a BKK munkatárs, hogy állítsák vissza a korábbi menetrendet. A fővárosi közösségi közlekedésért felelős legmagasabb szakmai vezető nem vélekedhet így az utasokról. A fővárosi Fidesz szerint Karácsony Gergelyről árul el sokat, hogy nem fogadta el Walter Katalin lemondását. Azzal, hogy ezt Karácsony Gergely nem tette meg, így ezeket a mondatokat az utazó közönséget pulykának nézve, ez most már ráragad olyan, mintha ezt ő mondta volna. Lássuk azt, hogy mire alapozva vezették a járatritkításokat. Az LMP a tisztánlátás kedvéért szeretné tudni, hogy pontosan milyen vizsgálat előzte meg a döntést. A jövőben, hogy ilyen ne fordulhasson újból elő, a BKK hozza nyilvánosságra a mérési adatait, és hozza nyilvánosságra a mérési adatokból készített elemzéseit is. Örömteli az, hogy Karácsony Gergely megfogadta azt a tanácsot, és engedett annak a nyomásnak, hogy ezek a járatritkítások tarthatatlanok. Ezt tartja a legfontosabbnak a volt közlekedési államtitkár Vitézi Dávid. A korábban a BKK-t is irányító közlekedési szakértő szerint azonban fontos, hogy a BKK-ba vetett bizalmat is helyreállítsák. A BKK megítélése, a BKK márkája szenved óriási kárt azáltal, hogy a vezetője ilyen módon beszél a saját utasairól. Ezt a kárt szerintem másképp nem lehet reparálni, mint hogyha a BKK vezetője egy ilyen mondat után távozik. Szerettük volna megtudni Walter Katalin véleményét is, de a BKK megkeresésünkre azt közölte, hogy a közleményen túl nem kívánnak további tájékoztatást adni.